Kedves hallgatóink, jöjjön tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, egy ismét jeles része. Nem régiben volt a 48. részünk, emlékezhetnek rá, amikor azt mondtuk, hogy ez egy forradalmi rész lesz, hát a már 48-as, most az 56-oshoz érkeztünk, ez szintén egy forradalmi részhez, és azt hiszem, hogy forradalmi változásokról tudunk majd beszámolni ebben a részben vendégemmel, állandó vendégemmel, aki nem más, mint a Településfejlesztési Szövetség elnöke, Szebeni Dávid, szervusz, köszöntelek itt nálunk. Szervusz, és örülök, hogy a hosszú szabadság után újra láthatlak itt téged. A hallgatók meghallhatnak. Bizony, bizony, mert sok érdekes dologról fogunk beszélni, egy nagyon, számomra is egyébként nagyon kedves dologról, holott én nem voltam a Kossuth Lajos gimnázium diákja, de az egyik első nagy élményem volt, amikor hát több mint negyed évszázada ide csöppentem Cegléd városába, akkor ünnepelte a gimnázium a 100. évfordulóját, és hát arra való készülődésben azért én is ott voltam, és láttam, hogy mi minden történik, és nagyon jó érzés volt azt látni, hogy azok is, akik 20, 30, 40, 60 évvel ezelőtt érettségiztek, is még nagyon büszkék arra, hogy ide jártak, de azok is, akik éppen akkor jártak oda, tehát a fiatal, tizenéves gyerekek is, és jó érzés volt ezt látni. És azt hiszem, hogy ez a kötődés a városnak megmaradt ez a jeles tanintézményhez, abszolút nem alábecsülve más középiskolákat, hiszen vannak itt azért veretes más középiskolák is. Na, a gimnázium az mégiscsak a gimnázium. Igen, én is oda jártam 8 évig, szinte ott laktam, mert én általában estig maradtam az edzés miatt. Ezért a 8 évért, az a 8 éves gimér. Ez nem bukások miatt volt 8, hanem 8 osztályos voltam. Igen, igen, igen. Ugye még a Nyilas Misit, mikor olvastuk annak idején, akkor irigykedtem, hogy milyen jó lehet azért, hogy gimibe járni 8 évig. Tehát, igen. És szerintem a giminek a vonzerejét, vagy ezt az érzelmi kötődését, amit érzünk iránt, az nagyjából három dologból áll össze. No. Ez a érzelmi kötődés és tisztelet. Az egyik persze az, hogy egy jó iskola, tehát erős iskola, nagyon jól lehet onnan tovább tanulni. Igen. Úgyhogy... Hát nagyon szépek a mutatói az iskolának, ez biztos. Tényleg országos hírű, vagy akár nemzetközi hírű kutatók, szakemberek kerülnek ki onnan. A másik pedig nyilván az a egyáltalán nem elhanyagolható tény, hogy szép is. Igen. Gyakorlatilag egy kastélyra emlékeztetett engem mindig. Uh-huh. Amikor oda jártam, akkor jöttek ki a Harry Potter könyvek, és engem mindig egy kicsit ilyen Roxfortnak a minimására emlékeztetett, így messziről, abból a perspektívából, és uh-huh. Most például Martinnal, akivel szintén segítettünk ma, majd erről később erről beszélünk, neki is az volt az első, hogy tényleg olyan, mint egy kastély. Uh-huh. Úgyhogy ez szerintem feltétlenül hozzájárul, ahhoz, hogy mondjuk mit gondolunk a gimiről, meg milyen biztos, emlékeink. Hát ugye a géniusz Lóci a hely szelleme, ebbe beletartozik ugye mindenképpen a maga a külleme is, tehát az egész, hogyha belépsz egy épületbe, annak van egy feelingje, ahogy manapság szokták ezt mondani, kapsz egy érzést, és ez biztos, hogy rányomja a bélyegét pozitívan is az ott élőkre, ott dolgozókra. És erre reagálva még a harmadik tényezőt, hagyd mondjam el, ami szerintem nagyon fontos, az a hagyomány. Az, hogy ez az iskola a városi polgárok összefogásával és abból épült annak idején. Bizony. És ezt a fajta hagyományt, ezt tovább is vitte a gimi. Tehát ez mindig fontos volt a városnak, a városi polgárságnak, értelmiségnek. Igen. Sokan sok mindent tettek érte, és hát nézzük meg, hogy milyen erős öreg diák közösség. Nagyon-nagyon erős, igen. Bár azon meg mosolyogtam annak idején, emlékszem, mikor mesélték, hogy amikor a gimnázium épülete megépült, 1903-ban adták ezt át, magát az épületet, a gimnázium már működött korábban, ugye más helyeken, 1903-ra készült el az új épület, és hát többen morogtak itt Cegléden, hogy kiteszik oda a mezőre ezt a gyönyörű gimnáziumot, hát akkor még ugye az a város széle volt abszolút. A vasútállomás már ott volt akkor is, de hát gyakorlatilag ott mezők voltak, meg mezőgazdasági terület szinte, és hát aztán most meg már mondhatjuk, hogy a belváros része, a belváros abszolút. Szélén van, nem a város szélén, hanem a belváros szélén van a gimi.
Így van, bizonyos szolgáltatások, mint a vasút, iskola, stb., vagy adott esetben Budapesten egy metró, maguk köré alakítják a városi szüvetet idővel. Bizony, fontos. Nemrégiben a napokban beszélgettem éppen Gulyás Zoltánnal, a gimnázium igazgatójával, és hát felelevenítettük ezt az elmúlt 2 évet, ami alatt felújult, megújult ez a gyönyörű épület, és hát visszakapta tulajdonképpen az eredeti formáját, mondhatni. Helyenként szerintem még annál is szebb. És még lehet, hogy még annál is szebb, és modernebb nyilván, hát lift például nem volt benne még az eredetiben, de sok minden mást is elmondhatunk, meg a teljesen modern energetikai rendszer, meg ilyesmit. Hogyha az eredeti tervező ezt megnézné, azért lehet, hogy elismerően bólogatna. Szerintem jó érzés lenne neki, hogy az épület, amit tervezett és épített, tovább él. Bizony. És meg tud újulni. És nem is akárhogy. Most azonban ugye már itt vagyunk augusztusban benne javában, és szeptemberben pedig indulni kell a tanévnek, és hát van munka rendesen. Jó pár héttel ezelőtt még nem volt biztos, hogy új bútorokkal vagy régi bútorokkal, de valahogy elindul majd a tanítás mindenképpen, és már a régi patinás épületben. Most már tudjuk, hogy új bútorzat lesz sok szempontból, akár az öltözőszekrények és maguk az iskolapadok is megújulnak, tehát vadonatúj bútorzattal indulhat, de hát ezeket meg azért pakolni kell, tehát ezek akármilyen modernek is azért nem olyanok, hogy maguktól a helyükre mennek. Hát és ne feledjük el, ami miatt most részben itt vagyok ezen a beszélgetésen, hogy azért vannak olyan használati tárgyak, eszközök a bútorokon túl is, amiket meg vissza kell költöztetni a gimibe. Ajaj, hát és ez egy teljes könyvtár, stb. Így van, sok raklapnyi könyvvel, és ez zajlik most. Igen. És például pont a mai napon, ahogy itt beszélgetünk, mi önkéntesként csatlakoztunk ehhez a munkához. Nagy mértékben a könyvtár és az irodáknak a felszerelését, de a túlnyomó rész most a könyvtárnak a könyveit pakoltuk be. Ez azt jelenti, hogy raklapokra ráteszik, azokat beszállítják. A törteli útról. Igen. Azokat leteszik a gimi udvarán, és ezeket a könyveket aztán felhordjuk, vagy éppen lehordjuk, jelenleg a tornatermekben vannak. Úgyhogy Kis Martin barátommal, aki már itt a korábbi vízosztási önkénteskedésben is benne volt, mi most segítettünk a gimiseknek, gimis diákokkal együtt, ugye ők is önkéntesként segítenek, de most ilyen módon tértem vissza az Alma Materbe, én, mint ugye öreg diák, úgyhogy nagyon jó élmény volt, 8-ra mentünk, mint régen az iskolába, és ugyan voltak szünetek szintén, igen, amikor ki lehetett menni a boltba, de azért itt kemény fizikai munka volt. Hát ez az, ezt nem lehet máshogy megoldani. Nyilván. Van, de nagyon jó volt, nagyon élveztem, lehetett látni már azt, amit még csak kevesen, hogy az új festéseket, hogy néz ki, gyönyörű a klubban, új kanapék lesznek, nagyon szép, új biliárdasztalt láttam. A könyvtárban a régi bútorok kerülnek vissza egyelőre, én úgy láttam, de ott is rengeteg dobozokban könyvek, azokat is átvinni egyik részről a másikra. Rengeteg munka van, segítettünk a technikus Istvánnak is, aki akkor is technikus volt, mikor én oda jártam, és nagyjából ugyanúgy néz ki. Rengeteg tabletet felvittünk, valami olyan tárolóban, amit egyszerre csak 6-an tudtunk úgy megemelni. Szóval nagyon jó volt ez az önkénteskedés, nagyon feltöltött, és ha már feltöltés, ebben az önkéntes munkában a már korábban többször itt a fejlesztés terhe mellettben is megénekelt Ceglab. A Ceglab, így van, igen. Projektben a gimisek pontokat kaptak. De jó. Ilyen digitális pontokat, Ceglab pontokat, mindenkinek ott megcsináltuk az alkalmazást, úgyhogy ők már a segítségért, amit a giminek nyújtottak, nem csak a közösségi szolgálati órákat tudják elszámolni, de kaptak például ilyen Ceglab pontokat is, amiket az alkalmazás segítségével egy QR kódos leolvasással fél perc alatt maximum be tudnak váltani a partnereinknél, ceglab.hu-n rajta van, hogy hol, igen, de igen, például igen. Nagyon jó, hogy pont most a kánikula közelettével olyan pontot kaptak, amivel majd be tudnak menni például a fürdőbe is, ugye az önkormányzati tulajdonú ceglét fürdő, ott kint a Budai úton az 20 ceglab pontért egy napi belépőt ad a fiataloknak. Az bizony jó. Úgyhogy most ezzel a 20, még ezzel az egy nappal nem volt meg, de aki jövő kedden is jön a gimisek közül, annak már meg lesz, és akár egy fürdőbelépőt tud kapni. És ő meglepődve kérdezték ott többen is, hogy akkor mennyi a kedvezmény, meg ilyesmi, de nem, ez olyan, hogy ezzel fizet,
Tehát nagy lelkű a fürdő, és azt mondja, hogy díjazza ezt a közösségi munkát, azzal, hogy beváltja a pontokat. De ugyanúgy helyi étteremben is be lehet váltani. Igen. Most nyilván nem mondhatjuk ki a nevét az étteremnek, de tudjuk, hogy közel van a katolikus templomhoz. Igen, és persze, ez is egy nagy előny lehet. Hát, oda egy beülni, kávé, egy limonádé. Úgy van, így van, így van. Csoki felfúj. Igen, hát egyébként mondta a Gulyás Zoltán is, hogy a diákok nagyon aktívak, és nagyon benne vannak. Amúgy is, tehát nem feltétlen csak a jutalompontok miatt, vagy az elszámolható közösségi órák miatt, hanem magukénak érzik az iskolát, és hogy milyen jó lesz ezt majd 15-20-30-40 év múlva elmesélni, hogy amikor volt a nagy felújítás, akkor mi pakoltunk vissza, és hogy mennyi könyvet ide tettünk, oda tettünk, és nem csak úgy bedobáljuk a polcokra, hanem annak rendszerezve kell lenni, meg minden. Azt is említette egyébként igazgató úr, hogy a szülők is már jelezték, hogy bármikor, ha szükség van rájuk, akkor ők is ott vannak. Ez az, amiről az elején beszéltünk, hogy ez a fajta hagyomány, az összefogás hagyománya, igen, az nagyon erősen él a gimiben. Mennyire fontos az, hogy legyenek ilyen iskolák, és én azt hiszem, hogy most tényleg a gimire hegyezzük ki, de hogyha egy hasonló jellegű nagy munka zajlana akármelyik másik ceglédi középiskolában, én azt hiszem, hogy ez az összefogás ugyanúgy meg lenne ezeknél a másik iskoláknál is. Ezt látod, én nem tudnám neked megmondani, mert hogy én mindig is a gimis közösségben hát jó, voltam, úgyhogy a többi iskolának az ilyen diák-szülő közösségét annyira nem ismertem. Úgyhogy nem tudom, hogy ott ennyire erős a hagyomány. Azt látjuk, hogy a szülők, ahol lehet, egyébként segítenek máshol is. Nem tudom, hogy éppen hol milyen erős ez a hagyomány, azt tudom, hogy a giminél az. Igen. Hát ugye már pedzegettük azt is, hogy milyen jók a felvételi arányaik egyébként, meg arról is beszéltünk már a korábbi részekben, hogy milyen jó az, hogy azért lesz, éppen nem a gimi szárnyai alatt fog működni, de azért lesz felsőfokú oktatás Cegléden. Igen, ez ugye a szakképzési centrum és az Óbudai Egyetem közötti együttműködés. Igen. Ez nagyon fontos azért tényleg, hát az, hogy Ceglédet azért iskolavárosnak nevezhetjük, településfejlesztési szempontból azért egy nagyon fontos tényező. Nem? Ez vonzerő, és én is pont tegnap írtam ki a Facebook oldalamra, hogy mennyire szerettem itt felnőni, mert itt nagyon jó felnőni. Pont hétvégén beszélgettünk ismerősökkel, akik jelenleg Üllőn laknak, barátaink, kisbabájuk van, hogy esetleg, ha mondjuk költözni kellene, idővel, akkor hová költöznének, és Ceglédnél az például náluk egy szempont, hogy jók az iskolák, igen, van bölcsöde, óvoda, többféle középiskola, jó középiskolák vannak, kiemelte külön a gimit, mert ő már most utána nézett, de még nincs 2 éves a baba, de anyuka már tudja. Hamar ott lesz ő, igen, igen. Hogy milyen erős iskola, jók a továbbtanulási arányok, és mondott is ismerősét, aki oda járt és ott végzett. Úgyhogy ez abszolút vonzerő. Tehát még akár ide is költöznek azért emberek, hogy itt mondjuk jó gyereket nevelni. Mert egyébként sok program van a gyerekeknek, és most itt nem a bulikra gondolok, mert azt hiányolják a fiatalok a városból, a bulikat, igen, ami nekik való, de az, ami a bölcsödei, óvodai, középiskolai élethez kötődik, meg a kultúra, a művelődés, mozi, színház, azok a programok, amiket csinálnak. Tehát nem kell térdig koptatni a lábad azért, hogy a kisgyerekeddel elmenjél egy játszótérre. A távolságok is, azt hiszem, hogy emberi léptékűek. Így van. Ugye? Tehát így van. Ez fontos. Ez visszacsatol ahhoz a dologhoz, amiről beszéltünk pár résszel ezelőtt, hogy mennyire legyünk mi nagyobb város. Jó, elsősorban azért a lélekszámról beszéltünk, de nyilván a távolságok is azért olyan emberiek, és ez fontos az élhetőség szempontjából. Így van, idővel ez a legtöbb növekedő, jó földrajzi helyen lévő város számára dilemma lesz, hogy mennyire terüljön szét, vagy mennyire építkezzen függőlegesen felfelé. Igen. Na, mondjuk az sem mindegy, annak is megvannak a hátulütői, de ez is fontos. Az, hogy tulajdonképpen az egész város egy közösség, attól függetlenül, hogy vannak különböző városrészek, nyilván belváros, újváros, stb. Budai úti rész, ezek egyfajta külön kis közösségek, de ez Budapesten is megvan azért, tehát még talán ott bizonyos kerületeknél még léteznek ilyen közösségek, mondhatni, és az ott élő emberek talán kicsit úgy érzik, hogy na, én terézvárosi vagyok, és azért még is csak, vagy már nem él ez igazából? Érdekes, pont a Smart Budapest konferencián voltam egy ilyen szekcióban, ahol erről volt szó.
És a kutatások azt hozták, hogy budapesti identitás van, azon belül pedig inkább tud lenni budai vagy pesti, de kerületi identitás nagyon ritka. Mert hogy a budapestiek egyébként munka, élethelyzet függvényében költöznek kerületek között is. Tehát ilyen jellegű kisközösségek jelenleg viszonylag kevés működik igazán, nem tudják még úgy megteremteni az identitást tömegesen. Ezen persze dolgoznak kerületek, meg civil szervezetek, hogy mondjuk létrejöjjön ilyen közösség, és akkor Erzsébetváros, valami ilyen tematikus, de ez Budapesten tényleg nehéz, ott a kerület határ az utcában, és akkor az ott már az egyik kerület, emez meg a másik kerület, de valójában ugye egy környék. Igen. Szóval hát nincsenek ilyen éles. Hát ma már nehezebb lenne a Pál utcai fiúkat megírni, biztos, ugye? Tehát, hogy ők azért tényleg egy összetartó kis közösség voltak, de most a régi Tabánra gondolunk például, ugye, ami már eltűnt teljesen a föld színéről is, tehát ott is egy nagyon összetartó, erős közösség élt annak idején. Igen, és itt még azért hagyj jegyezzem meg a közösségi közlekedésnek a szerepét. Ugye a régi időkhöz képest már azért sokkal több a hálózati elem, villamosok, metrók mennek gyorsan, adott esetben városon belül van, hogy vonattal közlekedünk, mondjuk a 10. kerület és a nyugati pályaudvar között, vagy a déli pályaudvar 12. kerület és Kelenföld között már jobb vonattal közlekedni. Ez viszont így rövidíti is a távolságokat, tehát ez feloldja azt a fajta elkülönültséget, ami mondjuk a régebbi időkben, mondjuk a Pál utcai fiúk idejében megjelenhetett. Igen, igen. Na, jó leszaladtunk itt a akármennyi el tudunk szaladni. Már a Pál utcai fiúk kapcsán azért mégis maradtunk egy gimnáziumban. Okay. Szóval mennek itt a munkálatok, és Gulyás igazgató úr megígérte, hogy szeptemberben gond nélkül el fog indulni a tanév, nem lesz vele probléma. Már most tulajdonképpen az irodák napokon belül, mondhatni, működőképesek lesznek, mert ugye már ilyenkor ott az előkészítő munkálatoknak folyni kell, nyilván augusztusban, tehát a pedagógusok és egyáltalán az iskola fenntartók szempontjából azért nem szeptember 1-én indul a tanév, hanem azért hetekkel korábban. Így van, és ha igazgató úr mondja, akkor úgy is lesz, mert ő igen szigorú, ő volt a történelem tanárunk, úgyhogy amikor ő bejött, na az volt az az óra, ahol csend és fegyelem volt. És reméljük, hogy itt is fegyelem lesz, nem muszáj, hogy csend legyen, lehet ezt azért kicsit hangosabban is pakolgatni, itt ilyenkor azért nem rónak meg senkit érte, hogyha esetleg egy-két poén is elhangzik, gondolom, hogy azért jó vidám hangulatban zajlik ez igen, a munka. Igen, eléggé. Jól el voltunk, és jövő kedden a gimi megint meghirdeti ezt a diákjai között, én arra biztatok minden diákot, hogy jöjjenek, mert szerintem jó móka, ugye elhülyéskedni így egymással. Ugye. És egy szép emlék lesz ez. Egyrészt szép emlék, igen. És hát még jutalompont is jár érte, hogy egy kis gesztus elismerés utána ki lehet ülni vele a strandra, vagy éppen az étteremnek a teraszára egy limonádéval, vagy kávéval, vagy bizony. Csoki felfújta. Igen. Na, hát így jutottunk el a Kossuth Gimitől, a Ceglédi Kossuth Gimitől Tabánig, úgyhogy köszönöm szépen. Ez volt az 56. része a Fejlesztés terhe mellett című sorozatnak, és egy nagyon szép fejlesztésről, egy gyakorlatilag már lezárult fejlesztésről, a Kossuth Gimnázium gyönyörű patinás épületének felújításáról és az új tanév indításáról beszélgettünk Szebeni Dáviddal. Dávid, köszönöm szépen, és akkor innen folytatjuk, hogy milyen témával, legközelebb még nem tudjuk, de majd kitaláljuk addig. Ó, hát bőven lesz. Nem félek én ettől.